szeretettel köszöntünk benneteket itt az Anime Karácsonyon. Örülünk, hogy eljöttetek, és igazándiból mi is az, amit majd a mai napon láthattok, milyen programokban vehettek részt. Aki már rendszeresen jár ilyen animés, mangás, gamer rendezvényekre, azoknak már részben a megszokott programokat fogjuk majd itt bemutatni. Tehát lesz majd cosplay versenyünk, karaokénk, DDR-ünk, és minden ilyen egyéb el fogjuk mondani, hogy majd mit hol találhattok. Kezdjük szerintem a nagy színpadnak a programjával. Tehát B csarnokban vagyunk, nagy színpad program 13.30-11-ig megnyitó, ami éppen most folyik, 11-11.30-ig gamer show, 11.30-12.30-ig AMV verseny, 12.30-13 óráig konzolkvíz, ezt követően 13 órától 14 óráig cosplay verseny craftsmanship, 14-15-ig cosplay verseny performance, 15-17-ig egyre nagyobbak az intervallumok, gamer show, ezt követően 17-17.30-ig tömegkvíz, 17.30-18 óráig kotó előadás, majd pedig 18-18.30-ig konzoldöntő Just Dance 4, 18.30-19 óráig táncos AMV-k para-para, 19-8 óráig pedig eredményhirdetéssel zárunk. És van még ezen kívül egy stúdió, aki esetleg nem tudja, hogy hol van a stúdió, egy kicsit vissza kell menni hátrafele a hátsó irányba, majd az infópultnál jobbra lekanyarodni, és ott találjátok majd jobb kézre a stúdiót. Ebben a stúdióban lesz majd a DDR verseny, különböző ugye, kategóriákban lesz szabad DDR, tehát amikor ugye szabadon kipróbálhatjátok majd versenyen kívül, illetve lesznek előadásaink, ilyenek lesz a negyedik fal áttörése a képregényekben, Korcok Péter előadásában, majd újra szabad DDR és DDR verseny, illetve 16 órától Dobay Ádám előadását hallhatjátok majd, Avengers vs. Super Sentai, majd ezután egy fanfic beszélgetés fogja zárni a sort 17 óra 30-tól. A stúdióval szemben találjátok majd a karaoke termet. Szerintem ezt nem kell nagyon mélyre menőleg elmagyaráznom. Lesz majd szabad karaoke, karaoke verseny, karácsonyi mini zenekvíz, majd G-Rock videó fogják zárni a sort 17 órától. És maradt még egy galériánk, ahol majd rajzverseny és evőpálcika használó verseny fog zajlani. A rajzverseny 12 órától, ez már egy megszokott időpont, és 16 órától pedig majd az evőpálcika használó verseny. Amit még hozzáfűznénk, hogy ugye mivel anime karácsonyról van szó, nem sokára itt a karácsony, igyekeztünk egy vásári hangulatot is megteremteni. Aki még esetleg nem talált ajándékot, vagy magának, vagy az ismerőseinek, nyugodtan nézzen körül, és reméljük, hogy találtok valamit, és szórakozzatok jól. A cosplayeseknek megüzenjük, hogy nem leesni a színpadról, de majd őrt állunk. Köszönjük szépen! Köszönjük!